Sok szeretettel köszöntöm a Viva Natura televízió nézőit, vendégünk Varsányi Péter természetgyógyász, Bach oktató, Bach terapeuta. Ma a Bach terápiáról fogunk beszélgetni, ezt már nagyon sokan ismerik, általában a nevet már hallották, de nagyon sokan mégsem tudják, hogy mit akar, vagy mi ez a gyógymód. Erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan működik, ki is volt tulajdonképpen Bach, és akkor át is adnám neked a szót. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm én is a nézőket. És hát tényleg manapság már nagyon sokan ismerik a Bach virágterápiát, de én is azt tapasztalom, hogy nem lehet eleget beszélni róla. Sokszor előfordul, hogy azért kiderül, hogy annyira mégsem ismerik elegen. Nagyon dióhéjban összefoglalva, dr. Edward Bach egy angol orvos volt a múlt század elején, aki kicsit megcsömörlött talán a hagyományos gyógyítási rendszerektől, a kórházi tapasztalataitól, és elkezdett keresni valamilyen másféle gyógyítást. És a homeopátián keresztül jutott el odáig, hogy létrehozta a saját gyógyítási rendszerét, amihez csak virágokat használt föl, és elsősorban arra koncentrált, hogy a betegségek mögött meghúzódó érzelmi okokat, érzelmi hátteret lehessen meggyógyítani a segítségükkel, mert úgy gondolta, hogy ezek az igazi betegségokok, a fizikai tünet, az pedig csak egy jelzés a betegség útján. Hogyan párosította össze a virágesszenciákat a különböző tünetekkel? Hát egyrészt ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat volt, majdnem 10 évig tartott, amíg maga a Bach virágterápia ma ismert formájában létrejött. És onnantól kezdve, hogy megvolt neki az ötlet, általában úgy dolgozott, hogy amikor megkeresték őt valamilyen problémával, egy konkrét beteg, egy konkrét betegséggel, akkor a saját intuíciójára, a szenzitivitására hagyatkozva kereste meg azt a növényt, ami annak az embernek arra a problémára jó lesz, és utána az így megtalált növényt vizsgálta és általánosította a tapasztalatait, és így születtek meg a leírások. Igen, azt tudjuk is a leírásokból, hogy Bach nagyon jól használta az intuícióit, nagyon-nagyon jól és érzékeny volt ilyen területen. Hogyan tudta összepárosítani a virágokat személyiségtípusokkal? Mert ugye tudjuk, hogy vannak személyiségtípusok, amik az egyes eszenciákhoz társíthatók. Így van, egészen pontosan 12 típus gyógyírt ismer a Bach virágterápia, és ezeket ő az asztrológián keresztül ragadta meg, azt tekintette kiinduló pontnak, hogy az asztrológia is dolgozik 12 személyiségtípussal. Amennyiben ő más volt, mint hagyományosan az asztrológiát alkalmazók, azaz, hogy ő a holdjegyet tekintette mérvadónak, és nem a napjegyet az asztrológiai vonatkozásokban, és ehhez rendelte hozzá a már megtalált 12 eszenciát. Hány eszencia tartozik egy készletbe? Végleges formájában a Bach terápia az 38 monoeszenciát tartalmaz, és egy keveréket, ez az első segélycsepp. Tehát így összességében 39 eszenciából áll a Bach virágterápiás készlet. Hogyan tesztelte ő ezt? Milyen alapon párosította a virágokat? Tehát, hogy mondjuk az egyes, az apró bojtorján csepp, hogyan kereste meg, hogy melyik az az embertípus, amelyik apró bojtorján típus? Fordítva. Tehát először volt meg az, hogy milyen típusra keresi a gyógyírt, és azt indult el megkeresni. A saját beszámolói szerint ez egészen konkrétan úgy történt, hogy amikor ő találkozott azzal a típussal, vagy találkozott a konkrét emberrel, akkor annyira érzékenyen rezonált, hogy át tudta venni annak az embernek tulajdonképpen a nyűgjeit, problémáit, mindazt, amiről szólt az élete, és ezzel az azonosulással felvértezve indult el megkeresni azt a növényt, amit hát ő úgy fogalmazott, hogy ami őt akkor megszólította, és utána ezt ellenőrizte vissza tulajdonképpen az alkalmazással, hogy tényleg működik-e a történet. Azok a virágok, illetve fák, amiket kiválasztott, azok hogy kerülnek, azoknak a rezgései, hogy kerülnek bele a cseppekbe, hogyan készíti a cseppeket Bach? Alapvetően két nagyon egyszerű módszert használ, amik egyébként egyenértékűek, de mégis időben
korábban az úgynevezett naposztatós módszert dolgozta ki, aminek az a lényege, hogy egy tiszta forrásnak a vizét ráönti egy vékony falu üvegtálkára, erre teszi rá az adott növénynek a virágait, és így teszi ki a tűzőnapra ezt a csészét, úgyhogy rajta vannak a virágok, és néhány órán keresztül zavartalan napsütésben, ez nagyon fontos, hogy a nap fényének mindvégig érnie kell a virágokat, ott naposztatja az eszenciát, és tulajdonképpen ez jelenti az elkészítésnek a módját, amikor letelik a szükséges idő, ezt vagy a virágok állapotából, vagy a víznek az állapotából, vagy egyszerűen tapasztalati alapon 3-4 óra elteltével befejezzük a naposztatást, és utána az így elkészült oldatot tartósítjuk, és ez lesz az az anyaeszencia, amit a továbbiakban a különböző hígítási lépésekhez felhasználunk. Nyilván találkozott azzal, mert hogy Angliában azért a napsütéses órák száma nem támogatja vég nélkül ezt a készítési eljárást, hogy nem mindig tudta ezt alkalmazni. Vannak olyan esetek is, amikor magának a virágnak a szerkezete nem igazán használ ennek az elkészítési módnak, és ennek az áthidalására kidolgozta a főzős módszert is, ami egy rövidebb, bár ez is igényli azt, hogy napsütés legyen lehetőleg, de nem kell 3-4 órán keresztül zavartalan napsütés. Itt az a lényeg, hogy meghatározott arányban a forrásvízhez virágot teszünk, és tulajdonképpen elkezdjük a vizet forralni, és a forrástól számított fél órán keresztül lefedés nélkül főzzük, az esetleg, ha nagyon sok víz elpárolog, alacsony lángon kell főzni, hogy ne nagyon párologjon, de hogyha mégis nagyon sok elpárolog, akkor egy picit össze lehet pótolni, és a fél óra elteltével, amikor kihűlt, akkor ugyanúgy tartósítjuk, és ugyanúgy anyaeszenciaként használjuk. Hát annyi a különbség, hogy itt erőteljesebb szűrésre van szükség, hogy növényi részek minél kevésbé kerüljenek bele. Amikor már megvannak az eszenciák, amiben vannak a készletben, amiket ugye egyesével is meg lehet vásárolni, illetve készletben is, akkor az mennyi ideig áll el? Hát erre van egy hivatalos válasz, meg van tulajdonképpen egy nem hivatalos válasz. Ugye a hivatalos válasz az az, hogy a mai jogszabályok értelmében ezek maximum 3 évig őrzik meg a minőségüket, de mivel alkohollal vannak tartósítva, emiatt igazából az eltarthatóságuk az nem nagyon sérül, nem nagyon károsodnak ezek, hogyha nincsenek extrém rossz körülményeknek kitéve, akkor mit jelent az extrém rossz körülmény? Eltárolható. Az extrém rossz körülmények azok jelenthetnek rossz külső körülményeket, tehát nagy hőséget, nagy hideget. Nem nagyon szoktuk javasolni, hogy mondjuk valaki az eszenciát nyári tűzőnapon az autóban felejtse napokra, vagy egy fagynak kitett helyen tárolja mondjuk a lakásban. Ez talán az egyik nagyon gyakori hiba. Meg lehet olyan rossz körülmény, aminek nem feltétlenül vagyunk a tudatában. A homeopátiás gyógyszerekhez hasonlóan a Bach eszenciák sem nagyon szeretik az elektromágneses sugárzást hosszú távon. Hát mi sem, igen. És hát itt tulajdonképpen az jelenti ugye a problémát, hogy ahogy mi sem, ahogy mondtad, az eszenciák sem jelzik külön rövid távon azt, hogy sérült az energetikai struktúrájuk, ezért ezzel kapcsolatban inkább a megelőzésre szoktuk helyezni a hangsúlyt, hát ezt nagyon egyszerűen meg lehet tenni, tehát nem igényel különösebb erőfeszítést. Még visszatérnék egy pillanatra a készítésre, te magad is készítesz eszenciákat. Mi a tapasztalatod, hogyha valaki nekivág egy ilyen készítésnek, számít-e az, hogy ő milyen állapotban van, mikor ahhoz a növényhez nyúl, hiszen neki lehetnek jó vagy rossz rezgései adott pillanatban? Aha. Igen és nem. Tehát nyilván törekedni kell arra, a készítő részéről, hogy minél tisztább, minél jobb állapotban, elsősorban érzelmi állapotban vágjon neki ennek a feladatnak. Ez abból a szempontból egyébként nem nagyon nehéz, hogy mi az eszenciákat természetes élőhelyen készítjük. És ez sok esetben valóban nagyon tiszta, jó természeti környezetet jelent, amit meg kell közelíteni, általában gyalog, nem lehet autóval, nem is szeretünk autóval nagyon közel menni.
És hát ez azért jót tesz nyilván az embernek. A másik fele pedig az, hogy itt azért sokkal magasabb energiák működnek, és azért ahhoz nagyon rossz állapotban kell lenni, hogy ez az ellenkező irányba működjön. Mm-hmm. Tehát, hogy ne az eszencia, meg ne a növény sugárzása tegyen rendbe téged közben, hanem te tettünk. Talán, ha rossz állapotban vagyunk, akkor nem is indulunk el. Hát mondjuk az alapfeltétel nyilván, hogy betegen nem indul el az ember egy ilyen manőverre, de egyébként hál' Istennek inkább az szokott történni, én is nagyon szeretem ezeket az eszenciakészítős alkalmakat, hogy megnyugszik az ember, még ha van is benne valami kis ilyen mindennapi stressz vagy feszültség, akkor az ott maga a készítés ideje alatt, ami én bátran merném mindenkinek javasolni, hogy akinek van kedve, az próbálja ki. Pusztán az, hogy elmegy az ember, és eltölt 3 órát azzal, hogy napoztat. Tehát, hogy kiteszi a virágokat, és akkor utána igen, egy picit odébb kell menni, hogy a mi árnyékunk se essen rá, de igazából az ember ott pihenhet, kikapcsolódhat, lazulhat, tényleg annyi a feladata csak, hogy arra figyeljen, hogy más turisták esetleg, vagy állatok ne rúgják föl a csészét. De ez egy nagyon-nagyon pihentető dolog, ha az ember nem visz magával munkát. Miért javasolt a vadon élő növényt használni? Miért nem szabad a kertben termesztett növényt használni? Nem mondanám, hogy nem szabad. Azt mondanám, hogy ez egy másféle koncepció. Edvard Bach módszerét nagyon sokan fölkapták a 70-es évektől kezdve, és születtek is olyan alternatív sorozatok, amik kifejezetten például kerti növényekkel dolgoznak. Ott elkerülhetetlen az, hogy termesztésből származon. Mi azért ragaszkodunk inkább az eredeti élőhelyhez, mert az szerintünk jobban biztosítja az energetikai tisztaságát a növénynek. Vegyszeres értelemben is általában egy sokkal tisztább környezetet jelent egy természetvédelmi vagy tájvédelmi körzetben elkészíteni az eszenciát, vagy onnan begyűjteni a megfelelő növényt, mint hát azért egy kerti körülmények között, még ha én a saját kertemben nagyon oda is figyelek, akkor sem garantálja senki, hogy a szomszéd vagy a kettővel odébbi szomszéd hasonlóképpen gondolkodik. Te hogyan találkoztál először a bakterápiával? Ez még nagyon-nagyon régi történet. Ez valamikor 92-93 táján igazából a barátomat kereste meg egy ismerősünk, aki botanikus, és mind a mai napig együtt dolgozunk a bakvirágterápián azzal, hogy a hölgy, aki megkereste, ő egy pszichológus volt, és egy olyan képzésen vett részt, ahol egy angol hölgy tartott kurzusokat, kicsit ilyen ezoterikus pszichológiai irányból. És ott került szóba a bakvirágterápia, és nagyon szerettek volna ezzel dolgozni, de azzal szembesültek, hogy hát Angliából behozatni a készítményeket. Szóval, hogy az pénz. Költséges. Az egy nagyon költséges dolog. És hát az a zseniális ötletük fogalmazódott meg, hogy mi lenne, hogyha keresnének valakit, aki erre nyitott, mi akkor már elég régen gyógynövényekkel foglalkoztunk, és ért is a növényekhez, tehát be tudja azonosítani a megfelelő növényeket, és hajlandó ebbe tulajdonképpen szerelemből időt, energiát, úti költséget, pénzt belefektetni, hogy ezt itt Magyarországon megcsinálja. És akkor kezdtünk el ezzel foglalkozni, nagyon megtetszett maga a módszer. Akkoriban egyetlen kis füzetecske volt erről magyar nyelven elérhető, meg hát az internet sem volt olyan széles körben elérhető azért, mint manapság. Úgyhogy amennyit tudtunk róla, az alapján nagyon-nagyon megtetszett nekünk, és akkor elkezdtünk vele így foglalkozni. És hát neked és a kollégáidnak köszönhetően elérhető a mai napig is ugye a bakterápia. Készítitek az eszenciákat, megvásárolhatjuk őket egyenként is, készletben is. A kedves nézők látják is a képen, hogy néz ki egy készlet.
Bach hogy gondolta, hogy ugye lehet hallani arról, hogy egy ilyen készletet, ha valaki tart otthon, akkor tulajdonképpen meg tudja magát gyógyítani vele, mégpedig nem is akár, hogy ez egy szelíd gyógymód mindenféle mellékhatások nélkül. Így van. Ő tényleg úgy gondolta, hogy ennek egy olyan gyógymódnak kell lenni, ez is motiválta igazából. Nyilván a kedves nézőkben is fölmerülhet a gyanú, hogy hát a homeopátia, ami egy közismert, sokak által használt és nagyon megbecsült jó gyógymód. Utána Edvard Bach miért kezdett el azon gondolkodni, hogy onnan még tovább kellene lépni, és hát neki alapvetően azért két szempont volt nagyon fontos. Az egyik az az, hogy ő úgy gondolta, hogy minden ember önmaga felelős a saját egészségéért és a saját gyógyulásáért, és ebbe beiktatni egy olyan szakembert, aki ahhoz kell, hogy egyáltalán ismerje a szereket, hogy mik állnak rendelkezésre, az automatikusan kiváltja azt a reakciót, ez egyébként valóban így van, és ismerjük is azóta is, hogy ez egy tulajdonképpen önkéntelen reakció, hogy betegként egy kicsit hajlamosak vagyunk a gyógyulásnak a felelősségét is áttenni erre a szakemberre. És azt mondta, hogy ez nem jó. Van, amikor elkerülhetetlen természetesen, de arra kellene törekedni, hogy ez minél ritkábban következzen be. És ha ezt szeretnénk kivenni a gyógyítás rendszeréből, akkor viszont egy olyan gyógymódot kell tudni ehhez hozzákapcsolni, ami annyi elemet tartalmaz, amennyi laikusan, komolyabb egészségügyi előképzettségek nélkül is, bocsánat a megfogalmazásért, de hát ilyen háziasszony szinten. Tehát ez egy házi patika tulajdonképp. Házi patikaként tud működni, és hát a 38 eszencia egyébként ebből a szempontból tényleg nagyon zseniális, mert körülbelül annyi, amennyit az ember valóban észben tud tartani, és valóban meg lehet tanulni, és nem igényli azt rendszeres használat mellett, hogy folyamatosan nyálazza az ember a könyveket, hogy na most akkor melyik az, amelyik éppen jó lenne. Tehát akkor ezt végül is bárki meg tudja tanulni, és tudja magának otthon és a családjának alkalmazni. Így van, így van. Van viszont lehetőség elmenni például hozzátok is úgy, hogy terápiára, amikor ti adjátok oda, ti készítitek el a keveréket, mert ugye lehet egyféle eszenciát szedni, de lehet keveréket is készíteni. Így van. Ugye az nagyon fontos, hogy a betegségek mögött nem egyféle lelki állapot húzódik meg, vagy kétféle lelki állapot, vagy akár 38 féle lelki állapot. Ugye, hogyha saját magunkkal foglalkozunk, de akár családban is, ha beszélgetünk egy baráttal, hogy éppen hogy érzi magát, milyen állapotban van, az derül ki, hogy nagyon sok érzelem dolgozik bennünk egyszerre. És Edvard Bach is azt tartotta nagyon fontosnak, hogy ezekből az eszenciákból én nagyon-nagyon személyre szabott keveréket tudok létrehozni. Azt, ami pont akkor, pont neki jó lesz, ez lehet, hogy már mondjuk a család egy másik tagjának nem lenne annyira jó. És így a létrehozható egyedi eszenciák száma az borzasztóan nagy. Neki volt egy ajánlása is erre, ugye, hogy maximum 5-6 eszenciát érdemes összekeverni. És valóban ma már, hát nem csak, nem nagyon sokan, mások is foglalkoznak azzal, hogy tanácsot adjanak azoknak, akik mégis úgy érzik, hogy nehezebben látnak rá a saját problémáikra. Mert hát ez azért benne van a pakliban. Mi történik, ha valaki olyan eszenciát szed, amit pedig nem is kellene? Semmi. Az a tapasztalat, hogy abban az értelemben rosszul választani nem lehet, hogy ártanánk vele a kliensnek. Olyan értelemben lehet rosszul választani, hogy mégsem az az, amire neki szüksége van. Ebben az esetben azt fogja tapasztalni, hogy nem tapasztal semmit. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert nyilván a házilagos felhasználásnak nagyon fontos szempontja az, hogy biztonságosan legyen házilag felhasználható. Tehát, hogy amikor valaki úgy dönt, hogy kipróbálja, akkor azzal az egészen biztos meggyőződéssel tehesse ezt, hogy semmiféle fizikai ártalmat ő nem fog tudni okozni például a gyerekének, vagy a szeretteinek, barátainak, hogyha ezt a módszert elkezdi alkalmazni. Mindenki alkalmazhatja a bakterápiát magán?
korosztályra és állapotokra gondolok? Hát én azt gondolom, hogy reális körülményeket figyelembe véve igen, tehát eltekintve attól, hogy nyilván az embernek kell olyan mentális kondíciókkal rendelkezni, hogy képes legyen csúnya szóval önreflexióra, tehát tudjon saját magáról véleményt alkotni, tudja a saját érzelmi állapotait felismerni, megnevezni. Hát ezekkel a megkötésekkel igen, ugye ez nyilván azt is jelenti, hogy egy gyerek az nagyon nehezen tud magának tudatosan eszenciát választani, de hát erre vannak másféle módszereink. Igen, pont a következő kérdésem a kártya lett volna, hogy tartozik egy kártya is a készlethez, minden kártyán ott van az egyes növényeknek a képe, ezt hogyan lehet használni a kártyát? Többféleképpen is szokták használni, és többféle célra is szokták használni. Ahogy én a legjobban szeretem, talán azzal kezdeném, az egy véletlen kiválasztásos lehetőség. Uh-huh. Tehát amikor az illető egy kicsi relaxáció, esetleg egy vezetett koncentráció után spontán választ, tehát nem növénykép alapján, szimpátia alapján, hanem kicsit ilyen, azt mondjuk rá, hogy bármi úgy gondoljuk, hogy véletlenek nincsenek, de mégiscsak véletlenszerűen választ. És pontosan ez a véletlenek nincsenek hozzáállás adja meg azt a hátteret hozzá, hogy amit így kihúz, az valamilyen módon neki szól. Ez egy lehetőség, ez gyerekeknél is nem szeretjük használni. Nagyon sokan szokták használni úgy a kártyákat, hogy a növényes felét nézik, és tulajdonképpen azt szerint választ a kliens, hogy melyik az a növénykép, amelyik vizuálisan őt megszólítja, amelyik kicsit úgy megmozgat benne valamit. Szándékosan nem használom azt a szót, hogy amelyik neki tetszik. Ha ezt az instrukciót adjuk, akkor az általában félrevisz, és egy kicsit meg tudja tekerni a végeredményt. Talán jobb az a megközelítés, hogy ahogy kirakjuk a kártyákat, és nézi az ember a virágképeket, akkor hát amelyik úgy elkezdi hívogatni. Ha megvannak az eszenciák, hogy melyiket szeretnénk kiválasztani, elkészítjük, akkor utána mi a teendő? Hogyan kell használni, illetve javaslod-e más gyógymódokkal egy időben használni? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sokan úgy gondolnak még mindig a virágesszenciákra, mint hogyha illóolajok lennének. Nagyon sokan össze is keverik, és nagy rácsodálkozás van abból, hogy hát ilyennek nincs virágillata például. És hát ennek az a magyarázata, hogy ezeket belsőlegesen szoktuk alkalmazni elsősorban. Hagyományosan amikor elkészült a keverék, akkor Edward Bach ajánlása szerint naponta 4x4 cseppet vesz be belőle a kliens, ami azért fontos, mert ez nem egy nagy mennyiség. Tehát itt egyből látszik rajta, hogy ez nem egy fizikai hatóanyagokra épülő gyógymód. Amire oda kell figyelni, az az, hogy lehetőleg étkezéshez, fogmosáshoz egy picit különbség legyen az alkalmazás idejében, egy negyed óra, 20 perc, esetleg fél óra. De tulajdonképpen ennyi, és utána csak szedni kell az eszenciákat, és figyelni vagy nem figyelni a változást, a változás attól még bekövetkezik. Előfordulhat, hogy hosszabb ideig kell szedni, úgy gondolom, ugye, hiszen lehet az ember pillanatnyilag egy válsághelyzetbe, vagy egy betegségbe, de lehet esetleg alkati problémája, amin változtatni szeretne, ez esetben mennyi ideig tarthat egy kezelés? Általában az akut kezeléseknek az időtartamát 2 héttől 2-2,5 hónapig tartó időtartamban szokták megadni, tehát mondjuk azért a rövid kezelésnél is inkább arra számítunk, hogy mondjuk másfél hónap körül van. Amikor arról van szó, hogy én valamilyen akár velem született, hozott, szerzett tulajdonságon szeretnék dolgozni, vagy azon mondjuk kell, hogy dolgozzak. Mondjuk egy példát erre, mondjuk az egyik leggyakoribb, aki nem tud nemet mondani. Vagy nem tud nemet mondani, vagy türelmetlen, például az is nagyon gyakori, mind a kettővel lehet dolgozni, és itt ugye nagyon sokszor olyan mintákat kezdünk el kicsit megmozgatni, amik évtizedek óta ott dolgoznak az emberben.
általános természetgyógyászati megközelítés szerint ugye ilyenkor azt mondjuk, hogy maga a terápiás folyamat annyi ideig tart hónapban, ahány éve a betegség vagy a probléma kialakult. Na most, ha arról van szó, hogy egy ilyen személyiségjegyet szeretnénk letisztítani, és a bakterápia terminológiájában azt a bizonyos belső gyermeket felébreszteni, aki valahol ott bent alszik, arra általában azt szokták mondani, hogy 3/4 év, 1 év időt tartam, és az általában alkati kezelést jelent. Én úgy gondolom, hogy az élet különböző területein ki lehet billenni jobbra, balra, negatív, pozitív irányba, hogyha nem vagyunk elég ügyesek és éberek, akkor a kibillent állapotban meg is tudunk maradni hosszabb ideig. Azon az adott területen segít minket tulajdonképpen ez a terápia, attól függően, hogy milyen eszenciát választunk, hogy visszaálljunk a saját középpontunkba. Ezzel egyetértesz? Ezzel tökéletesen egyetértek. Itt amiről szó van az, hogy ezek az érzelmi állapotok, amivel a bakterápia dolgozik, nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezek nem önmagukban negatívak, hanem ezek eszközök, amikkel ugye a világunkhoz viszonyulunk, meg amik mentén szervezzük a saját viselkedésünket, működésünket, hogy egyetlen jól érezzük magunkat a bőrünkbe. Edvard Bach tulajdonképpen úgy is definiálta, hogy igazából a bakterápia azoknak a gyógymódja, akik nem érzik magukat jól a saját életükben, a saját helyzetükben, a saját bőrükben. Ezt a legegyszerűbben magyarul úgy szoktuk megfogalmazni, hogy nekünk az a kliens, aki nem boldog. És valami miatt akkor ki van billenve ebből az egyensúlyi állapotból, amiben ő jól tudna működni, és azt szeretnénk, hogyha ebbe visszaállna. Nyilván, ha a saját megítélése szerint egy pozitív irányú kibillenés áll fönn, ezt ő nagyon nehezen fogja rossznak látni. Igen. Mi esetleg láthatjuk azt, hogy azért nem teljesen jó irány, amerre halad. Hát erre nem, szerintem lehet, hogy egyet is értünk abban, hogy mondjuk a tölgyfa eszencia, vagy a tölgyfa állapot, ami ugye pozitívan egy kitartó, megbízható, nagyon elkötelezett, nagyon céltudatos érzelmi állapotot jelent, de tudjuk, hogy ha ez nagyon sokáig fönnáll, akkor rugalmatlanságá, merevségé válik, és igazából krízis helyzetben is, hát mint a tölgyfa, nem biztos, hogy hajolni fog, lehet, hogy törik. És az már nyilván egy nem kívánatos állapota, vagy szélsősége ennek az érzelmi helyzetnek. Te a magánéletedben, ahogy látod az embereket, különböző szituációkba beszélsz velük, mindjárt látod is, hogy milyen típus a bak szerint, ahogy beszélsz velük? Én igyekszem elkerülni, hogy a magánéletemben így lássam az embereket. Nem kifejezetten a szűk magánéletre gondolok, hanem úgy egyáltalán, hogy emberekkel érintkezel, akkor beugrik-e mindjárt, hogy ez ilyen típus, ez olyan típus? Én általában inkább problémára koncentrálok, megmondom őszintén. Tehát a problémában, ha azt látom, hogy itt ez egy típus probléma, de te is mondtad ugye, hogy lehet olyan, hogy van egy krízis helyzet, és abban szorulunk segítségre, meg van olyan, amikor hát igazából amilyenek vagyunk, az jelenti a nagyobb problémát. Én általában abból szoktam kiindulni, hogy ragadjuk meg először azt, hogy a probléma milyen, és azt szerint keressük meg, hogy a kliensben ez most egy pillanatnyi rossz válasz, és valamiért erre billent, és azt hozzuk helyre. Vagy pedig az jelenti a problémát, hogy ő mindig ilyen, ő mindig nagyon domináns akar lenni, vagy mindig nagyon alárendelődik, vagy mindig nagyon befolyásolható, vagy nagyon konfliktuskerülő, és ebből fakadnak azok a problémái, amik így akkor végül is hasonlítani fognak egymásra az élete folyamán. És akkor ez árulkodik arról, hogy itt egy típus problémáról beszélünk. Ha valakinek most felkeltettük az érdeklődését, és ő szeretne így belevágni egy ilyen bakvirágterápiába, akár a saját életébe, ugye először, ha magunkon tudunk segíteni, akkor tudunk másokon is segíteni. Hogy lehet ebbe belevágni? Tehát kell az egész készletet megvenni, vagy mit javasolsz először olvasni róla, esetleg
esetleg tanulni, akár nálatok, vagy mit ajánlasz kezdésnek? Én mindenképpen először a tájékozódást javaslom. Uh-huh. Tehát érdemes egy picit utána olvasni, hát rengeteg anyagot lehet találni. Most már magyarul is, vége hossza nincs a magyar nyelvű honlapokon, és a Bach-virág terápiával foglalkozó cikkeknek, amik között nagyon színvonalasak is, nagyon jók is vannak. Edvard Bachnak az eredeti tanulmányai is megtalálhatók, magyarul is egy részük az interneten. Tehát azt is el lehet olvasni, hogy ő hogy gondolkodott erről. És én azt szoktam tanácsolni, valaki kérdezi, hogy először ne vegyen egy teljes készletet. Nagyon sok helyen elkészítik nekik kérésre azt a keveréket, amit ő kiválaszt. Szintén lehet találni olyan önbevalló kérdőíveket, amik még segítenek is egy kicsit a kiválasztásban. Mondatokról el kell dönteni, hogy igaznak érzem magamra, vagy nem, és akkor ebből kijön egyfajta eredmény, amit kiinduló pontként használhatunk, és szerintem az a jó ismerkedés, hogy akkor én magamon kipróbálom. Tulajdonképpen anyagilag is nyilván az a legkedvezőbb, hogy az ember elkészített egy ilyen keveréket, és akkor elkezdi szedni, kipróbálja, figyeli, hogy érez-e változást, tapasztal-e olyasmit, ami megfelel az elvárásainak, esetleg olyat, ami nem felel meg az elvárásainak, és hát én megmondom őszintén, hogy azon az állásponton szoktam lenni, hogy akkor érdemes bármibe, ezen belül a Bach-terápiába is komoly energiákat, pénzt, időt belefektetni, hogyha megfog. És érzem azt, hogy ez nekem jó lesz, ez az én gyógymódom lesz, ezzel én tudok azonosulni. Aki meg nem, annak érdemes tovább keresni. Köszönöm szépen, akkor egy újabb lehetőséget mutattunk be az öngyógyításra, egy újabb lehetőség arra, hogy milyen házi patikát tarthatunk otthon, hogy gyógyulni tudjunk vele. Utolsó szó jogán mit üzensz a nézőknek? Én csak annyit, hogy érdemes minden olyan módszert azt hiszem kipróbálni, amit elénk hoz az élet, saját tapasztalatot szerezni róla, és utána a saját tapasztalatunk alapján igazából kiválasztani ezek közül azt, amit a legjobbnak érzünk magunknak. Nem hiszem, hogy van univerzális gyógymód, meg univerzális megoldás. Edvard Bachot is az mozgatta, hogy olyan gyógymód alakulhasson ki, amiből mindenki a saját személyére szabottan tud építkezni. Úgyhogy én ezt tartom fontosnak. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm szépen. Korábbi adásainkat megnézhetik a www.vntv.hu oldalon. Viszontlátásra!